A Dombosfest már szerdán startol, színházi előadással és táncházzal. A héten lesz még kishegyesi biciklitúra, filmvetítés és irodalmi estek. A Hegyalja utca Európa egyik legszebb fesztivál helyszíne pedig csütörtöktől népesül be. Egy hosszú hétvégén kerül sor a 12. Dombosfestre, ami azt jelenti, hogy tartjuk magunkat a hagyományhoz, összművészeti fesztiválról van szó. Szerdától hétfőig gazdag irodalmi kínálattal, Dombos Remix név alatt, illetve gazdag zenei kínálattal, szokásunkhoz híven egy kis népzene, egy kis világzene, egy kis jazz, és elsősorban magyar előadókra fókuszálunk, koncentrálunk, és örömteli, hogy a 10. Szabad Egyetemre is most kerül sor, tehát végre együtt a két szervező csapat, a Dombos és a Szabad Egyetem, és ha az időjárás se engedi, hát akkor bízunk benne, hogy felemelő estékben lesz részünk, tűzsonglőrök, gasztródvar, borbemutatók, tehát minden, amit eddig bevezettünk, azt igaz, hogy rövidebben, 4 napban, de tömören itt látható, élvezhető lesz kishegyesen a Löszfal tövében. A kínálatot az idén is a sok színűség jellemzi, kísérleti zenétől népzenéig, vagy akár a kettő ötvözete, hiszen fellép Lajkó Félix is. A belépő a 100, illetve 200 dinár, kiemelném a Kaláka és a Harcsa Veronika koncertjét, ez a nyitó nap, talán ez a családosoknak az érdekes. Másnap elsősorban a fiataloknak szólunk, Ferenci Györggyel, Racka Dzsemmel, illetve a Vadfruttikkal, véletlenül ez lesz a legfergetegesebb este. Harmadnap szombaton pedig az igényes produkciók rajongóit várjuk. Itt lesz Vasil Hadzsimanov, Hobó, Lajkó Félix, vasárnap pedig egy Laza Garden Partival végzünk. A részletes program megtalálható a fesztivál honlapján a dombosfest.org címen.